Jézus Krisztus nevében mindenkit üdvözöl az Ultimátum Multimédia. Titánsós József vagyok. 2012. 7. hó 10. napja. Délelőtt 10 óra 30 perc. Negyed órával ezelőtt volt egy magánhívás a mobilomra 0620 298 95 46-os telefonszámra. Budapest 3. kerületi rendőrkapitányságról hívtak, egy magát be nem mutatkozó rendőrbűnöző, és kérdéseket akart feltenni. Na most a beszélgetés olyan jó sikeredett, hogy ő nem tudott megszólalni, hanem én ráolvastam az összes állami büntettet, amit elkövettek, és eztán fognak elkövetni. El kell mondani, és váratlanul megy az anyag, tehát folyékonyan el fogom mondani, amit kell, hogy azzal indította a rendőrbűnöző, ha gondoljátok harmadik kerület, akkor tegyetek becsületsértési feljelentést, leszarom, hogy ők küldtek nekem egy magánlevelet e-mailben, az e-mail címemre, a sosjezsef09@gmail.com e-mail címre, hogy mindenki tudja, mert nyilvános az e-mail cím. Emberjogvédők vagyunk, és keresztények vagyunk, és nem igazán tudjuk lenyelni azokat a büntetteket, amit a mai Magyarországon a magyar és más lakosság, köztük a romák és a zsidók ellen elkövetnek, mert minden ember egyenlő. Legyen az magyar, román, zsidó, német, egyenlő. Isten szemében egyenlő. Jézus Krisztus ezt tanította. Most lemegyünk egy lépcsőn. Kérlek, ne vedd fel az utcaneveket, nem azért, mert félek, hogy hol bujkálok, hogy hol vagyok. Nem bujkálok senkitől, mert nem félek senkitől, hogy hol tartózkodom, inkább maradjunk ennyibe. Felhívta a figyelmemet, hogy én hogy gondoltam, mert hogy ők úgy vérték, úgy látták, hogy a több mint 500-as levelező listámon szétküldtem az ő magán e-mailjüket. Na most azt tudni kell, hogy az én e-mail listámban az Egyesült Államok titkos szolgálatainak a címe benne van. Tehát az NSA-től, az FBI számos e-mail címétől, a NASA-ig nagyon sok e-mail cím benne van. Tehát mind európai titkosszolgálatok, európai médiumok, európai sajtóorgánumok, európai közéleti személyiségek és egyéb más e-mail címek. Tehát a Magyarországon elkövetett állami büntettek nem eltusolhatók, mert egyszerre nyilvánosságra kerül. Na most ő ettől félt, és ezért kérte számon, hogy én miért nem tusoltam el azokat a büntetteket, amit Pintér Sándor és Orbán Viktor utasítására az ártatlan magyar és roma és zsidó lakosságnak a hátrányára elkövetnek, lásd, kilakoltatás. Hogy messzebb nem menjünk, mert most a kilakoltatási témáról van szó. Ami egyébként a BTK 155 1 perc C paragrafusát kimeríti, ami azt jelenti, hogy népirtás. És ezt korhatalmi erőkkel bűnszervezetben hajtják végre. Az állam és a megválasztott magyar kormány, mint jogalkotó, tehát mint jogalkotó szerv, megbízza a rendőrséget, mint jogalkalmazó, a jogot, a törvényt betartó, idézőjelbe, és betartató szerveket, hogy végrehajtsák azokat a törvényeket, amelyeket az Orbáni Pintéri titkosszolgálat alkotmányba foglal. Egy illegitim alkotmány, egy illegitim országban. Kilakoltatás 3. kerület, Buza utca. Könygázos behatolás a hatóságok részén. Most én elmondtam ennek a rendőrmosléknak, hogy nem 1990-es évek elején vagyunk, most már pár tízezer forintért olyan kém felszerelések, titkosszolgálati és kevésbé titkosszolgálati eszközök, illetve egyszerű kamerát, hogy bemész a MediaMarktba, vagy bármelyik műszaki boltba, és 20-30-40 ezer olyan kamerát veszel, ami olyan profi képet csinál, amit előtte soha nem csináltak a polgári lakosság számára, megvásárolható videókamerát, VHS-ek a 90-es években. Tehát nem lehet eltusolni, nincs olyan, mint annak, hogy a titkosszolgálati autóba kiugranak állami bűnözők és az utcán szétvernek bárkit. Nincsen sajnos, mert be van technikázva totálisan minden, ezt mindenki tudja. Továbbiakban bárkinek a zsebébe lehet telefon, mindenkinek van telefonja, okostelefonja, videókamerás mobiltelefonja, rádió mobiltelefon, és felveszi. És kiteszi az internetre, ami ugye olyan globális eszköz, egy Skynet.
amit ugye nehéz cenzúrázni. És ez döntötte meg ezt a rendszert, ami most fog elbukni. Igen, ami majd az új világrend fog követni, mert mi ti elhasaltatok, megbuktatok. És eztán is meg fogtok bukni. És ő ezt neheztelte, nem menjünk lejjebb, mert ugye nagy a forgalom. Ez is benne maradhat egyébként, hogy mindenki megértse, hogy miért ilyen precíz a dolog. Amúgy fák vesznek kövi bennünket, nagyon szép, kellemes a hely, jó idő, jó a klíma. Tehát nem elcsúszhatók a büntettek, és ezt ők is tudják. Mire olyan Sopron rendőrkapitányságának az állami büntetteit és az ellenem elindított állami pintésállandói titkosszolgálati büntetteibe is belebuktak. És bele fognak eztán is bukni. Ezért vagyok most Budapesten, hogy még jobban belebukjanak. Tehát azzal, hogy én Sopronból most feljöttem Budapestre, azzal ugye maguk ellen álltottak, mert még aktívabban fogok dolgozni. Egy. A kettő, a címlista ugye nyilvános, és mindenki látja. Most nem tudom konkrétan, hogy ezt elküldtem-e mindenkinek, vagy visszaválaszoltam az adott e-mail címe, nem is érdekel, nincs is jelentősége. Lényeg az, hogy minden ügy, ami történik Magyarországon, az nyilvánosságra kerül, mert vannak emberjogvédők. Na most a továbbiakban kérdezte ez a idézőjelben jó ember, hogy ők miben tudnak nekem segíteni ezekben az ügyekben. Tehát nyilvánvaló, hogy titkosszolgálat, ezt el is mondtam neki, titkosszolgálati állami büntettekben a rendőrség nem tud semmit lépni, mert a rendőrség alá van rendelve a titkosszolgálat. Titkosszolgálat egy magasabb szintű állami szerv, mint a rendőrség. A rendőrség a legalja, a rendőrségnél vannak a legbutább, a legdurvább, a legtehetségtelenebb állami bűnözők. A titkosszolgálatnál van a krémje, akinek egy csöpp esze van, és aki olyan intellektuális kommunikációval bír, mint én. Most nem fényezem magam, én nem Orbán Viktor vagyok, hogy felolvasom, amit el kell mondani, vagy elmondatnak vele, hanem én elmondom szabad akaratból, Isten által, Jézus Krisztus erejével, elmondom könyv és leírás nélkül. Visszatérve a témára. Elmondtam nekik feketén-fehéren, hogy amit ők tesznek, az bűnte. Tehát amikor Magyarország belépett az Európai Unióba, papírforma szerint alá kellett írni azokat a belépési nyilatkozatokat, amelyeknek meg kell, hogy feleljen, hogy egy csoporthoz, egy hatalmi tömbhöz tartozhasson. Mindenki tudja, hogy 2000-ben elfogadták az Európai Unión belül az emberi jogok chartáját. Tehát az egyesített emberi jogok chartáját, amiben elmondatik, hogy minden embernek joga van az élethez. Joga van az emberi élethez, a bánásmódhoz, a méltóság teljes bánásmódhoz. Senkit nem lehet kitenni olyan bánásmódnak és olyan élethelyzetnek, életfeltételeknek, amely a közvetlen kipusztulásával, életveszéllyel, vagy tartós, vagy részleges egészségkárosodásával fenyegeti mind a szemét, mind egy adott csoportot, mind az egész társadalmat. Amennyiben ezt elkövetik, abban az esetben emberiségen elkövetett büntetteket hajtanak végre, mivel állami büntettekről van szó, ezért nem lehet azt mondani, hogy nem bűnszervezetben hajtják ezeket végre. Tehát itt az apartheid büntettekre, ami emberiségen elkövetett büntet, népírtásra gondolok, akár a terrorcselekményre, mert nevezhetjük terrorcselekménynek azt, azokat az állami büntetteket, amit a titkos szolgálat rejtve a magyar lakosság ellen elkövet. Ezt mindenki tudja. Na most elmondtam ennek az állami bűnözőnek, hogy ő ugye nem értette szegény, mert kuka, mert buta, nincs azon a szinten mindegy keresztjén, azért bűnöző, mert nincs esze. Ha esze lenne, nem követné el, mert Gehennára kerül érte, az Isten által. Na, visszatérve a dolgokra, hogy elmondtam ő neki, hogy ők, ugye, ő azzal védi magát a rendőrség, hogy ők csak törvényt végrehajtó szerv. De a törvényt, amit végrehajtanak, azt tudják, hogy mi az a törvény. Tehát életszerűen azt feltételezni, hogy ők nincsenek tudatában annak, amit tesznek. Ugye voltak ennél úgymond másabb, kicsit keményebb időszakok, lásd a hitleri Németország, ahol igen, elismerem, és tisztelgek azoknak a családja és túlélői, akik azt a szörnyűséget túlélték, és emberként meg tudtak maradni. Emberként életbe tudtak maradni.
mind a cigány, mind a zsidó, mind a magyar, mind a román és egyéb népek. És én nem vagyok falgyűlölő, nem vagyok náci, nekem a barátaim között számos cigány származású van, lásd az operatőrt, Rácz Gábor Lászlóra. Nekem az egyik legjobb barátom, ő roma származású. Ugyanakkor a holokauszt rendezvényen 2011. 4. hó 17-e napján a Kauzár térről ugyanez a pintéri Orbáni söpredék rendőrség vitt engem el, ahova a tiszteletemet mentem letenni, az áldozatoknak a tiszteletére. Rácz Gábor László pár szót hozzá akar szólni, átveszem a kamerát. Hát bocsáss meg, jelenleg nem tudod látni, hogy rám van kötve. Semmi probléma. A helyzet az, hogy most én is voltam 2012-ben az életmenetén, és engem is megpróbáltak elhurcolni. Elég szégyen teljes módon, mert hogy egy nemzeti színű karszalag volt rajtam, és azt gondolták, hogy akkor automatikusan jobbikos, azaz náci vagyok. Ami nem így van, és utólag elnézést kértek, ez is engem viszont elhúzoltak onnan, amiről videófelvétel is van, és lásd, a Jézus Krisztus az Isten által úgy szerkesztette meg, hogy a Király utcai templom előtt követték el a büntetteiket, az állami bűnözők. Tehát ott voltam letenni a tiszteletemet a zsidó áldozatok, a cigány áldozatok előtt, amelyeket a hitleri fasizmus, nácizmus követett el. Amit most az Orbáni fasizmus és nácizmus hajt végre a szegények, a szegény emberek ellen. És itt visszatérnék azokra a dolgokra, hogy ott tartottuk, hogy akkor Hitlerék hoztak olyan törvényeket, hogy kategorizálták az embereket, tehát faji törvényeket hoztak. Ami nem igaz, mert az emberi faj egy bőrszintől, világnézettől és földrajzi helytől függetlenül. És gettósították, majd elhurcolták a szegény zsidókat és cigányokat, és köztük sok magyart, aki segített a cigányoknak és a zsidóknak. Mert nagyon sok magyar az életét kockáztatva bújtatott zsidókat és cigányokat. Ezt el kell mondani. Az a lényeg az egésznek, hogy akkor az történt, hogy hozott a karhatalom olyan törvényeket és alkotmányba foglaltak, ami népírtás, ami az emberi élet ellen, az emberi lét ellen van. És végrehajtották a Mengele féle orvosok, a pszichiáter bűnözők, végrehajtották a rendőrségi vezetők, végrehajtották az akkori német csendőrök és titkosszolgált. Végrehajtotta és azzal védték magukat, hogy ők törvényt hajtanak végre. Ők nem az a dolguk, hogy ők mérlegeljék. Tehát ők bűnszervezetben együttműködtek a hitleri fasiszta, náci népirtókkal. Ahogy az Orbáni pintéri népirtókkal, a magyar rendőrség köztük a soproni, a harmadik kerületi, az érdi és az összes együttműködik. Tehát életszerűen az fel... Tehát ha holnap Orbán Viktor azt a törvényt hozza, hogy a gettósítani kell a szegényeket, mert most maradjunk a szegényeknél, ahogy meg is tette, hogy nem lehet közterületen, nem tartózkodhat hajléktalan az, akit ez a rendszer tett földön futóvá. Az erdőket felgyújtják azért, hogy kifüstöljék onnan a hajléktalan embert, aki egy kunyhót, egy kuckolt magának összetákolt. Mi ez, ha nem népirtás? Kicserélik a padokat a közterületen, ne tudjon még ott se lefeküdni az a szerencsétlen hajléktalan. Ez népirtás. Népírtás, apartheid és terrorság, emberiségen elkövetett bűnök. A rendőrség pedig közreműködik olyan embereknek a kilakoltatásában, amelyet a magyar állam és a magyar hatóságok és a magyar törvényalkotók rendeltek el. És a kilakoltatottak földönfutóvá lesznek, hajléktalanokká lesznek. A magyar államvezetés a bankokkal partnerezve együtt dolgozva, háttérszerződéseket kötve az ingatlanokat kijátszotta a magyarországi lakosság kezéből. Azt el kell mondani, hogy Magyarországon az embereknek már pénze, a lakosságnak nem sok van, szinte nincs. Viszont az ingatlanok az holt tőke, az hatalmas értéket, pénz képvisel, azt ki kell játszani. Ezt megcsinálták az Egyesült Államokban 1913 után, amikor átvette a Fed a pénzgyártás monopóliumát, amelyet a Rockefellerek, a Rothschildok, a Morganszek, a Warburgok, a Duke-ok, a 13 pentagrammal, a 13-ak átvették. Tehát a világ legnagyobb cége, bocsánat, hogy most összefüggéstelennek tűnik, amit mondok, csak hogy mindenki lássa és értse, akár többször nézze meg a videót. Az Egyesült Államok kormánya háttérszerződéseket kötve titokban átjátszotta 1913-ban
a banki dinasztiáknak a pénzgyártás, a pénzverés, a pénzforgalomba hozatalátnak a jogát. Ezért nagyon sok akkori politikus és államvezető nagyon gazdag lett. Ugyanakkor eladták az országot ennek a pénzhatalomnak. A világ legnagyobb cége a Fed IMF, Fed IMF. Mert ők gyártják a pénzt, és ugye a pénzhez mindennek köze van a világi életben. És aminek köze van a pénzhez, annak köze van a Rockefellerekhez is, hiszen a Rockefellerek résztulajdonosai ennek a vállalatnak, amit IMF-nek és Fednek neveznek. Ami a pénzgyártás jogát megszerezte. Az Egyesült Államoknak nincs jogában a pénzverés, a dollárt nem az Egyesült Államok állítja elő, és nem ő határozza meg annak az értékét, sem a kamatlábát, hanem a Fed legyártja, és az Egyesült Államok kormányának a rendelkezésére bocsátja a magas kamatterhek mellett. De csak a tőkére gyártja le, a pénztőkére gyártja le a pénzmennyiséget, a pénzösszeget, a kamatra nem. Így adósították el az USA-t, általában most az egész világot. Az Egyesült Államokban 1913 után a pénz ilyen színuszgörbe szinteken kezdett el, hol inflálódni, hol deflálódni. Előtte meg lehet nézni, hogy bizonyítékok vannak és közérdekű adatok, amik meg nem semmisítik, hogy előtte a pénz több mint 100-120 évig, szinte 1,5-2%-os inflációval bírt. Tehát ugyanannyi volt az ára egy évszázadon keresztül mindennek a boltokban. Nem változott a fizetés sem, stabil volt a társadalom és a rendszer. Miután a Fed megszerezte ezt a monopól helyzetet, ezt a pénzgyártási hatalmat, onnantól az Egyesült Államok gazdasága instabillá vált. Az emberek már a pénzükkel nem úgy rendelkeztek, nem tudták a pénzüket stabil pontnak nevezni, mert egy pénztőke, egy pénzoligarchia folyamatosan változtatta annak az értékét. Így létrehoztak egy nagy világválságot, de előtte felvetették az emberekkel a hatalmas mennyiségű lakossági hiteleket, amelyet ugye utána bedöntötték a gazdaságot, és nem tudták kifizetni az emberek. Így játszották át fegyver nélkül az ingatlanokat és az ingóságokat az akkori karhatalomnak és az akkori bankármafiának. 89 után ugyanezt történt Magyarországon, de visszamegyek. A 80-as években már elkezdték a fedelmet hiteleket felvetetni Magyarországgal, ami által eladósították az országot. 89 után szándékosan behozták ide a nagy multivilágcégeket, a magyar ipart tönkretették, a munkahelyeket felszámolták, szándékosan létbizonytalanságot hoztak létre, hogy az emberek ne tudják megtervenni azt a pénzmennyiséget, amiből lakást vesznek, ingatlant vesznek, telket vesznek. Még hadd mondjam most el Gábor, mert kimegyek a gondolat sínpól. Oktatáson hagy ki, szándékos butítást. Nem hagyom ki, de összetett a dolgát, tehát ez az egész, tehát könyveket lehetne, könyveket tudnék írni, és fogok is írni. Hogy 89 után, ugye a 90-es évek közepétől elérhetővé váltak a személyi kölcsönök. A lakosság számára folyósított hitelek, lakásvásárlás, gépkocsi vásárlás, szabadfelhasználású hitelek, és iszonyat mennyiségű hitelt kiszórtak a bankok, nem véletlenül. És miután a megfelelő mennyiségű hitel ki lett szórva, a lakosságnak az X százaléka el lett adósítva, utána teljesen instabilá tették a gazdaságot. Ez volt a 2007-2008-ban bejelentett adósságválságnak hazudott világválság, amit ugyanaz a banki IMF Fed dinasztia, a Bilderbergek hoztak létre többek között, ugye az illuminátusok, amelyek az összes háborút szponzorálták, idézőjelben finanszírozták az elmúlt 100 évben. Mert ugye a fegyvergyártás az nagyon nagy biznisz üzlet. Visszafizethetetlenné tették a hiteleket, és ugye erre jöttek az, hogy bedőltek a hitelek. Akkor meghozták a törvényeket, olyan védelmi mechanizmust építettek ki, amely lehetővé tette, hogy szabadon garázdálkodjanak, bűnözzenek. A bankok, a végrehajtók által a rendőrségnek a védőszárnyai alatt. És most visszakanyarodunk a harmadik keletű rendőrséghez, hogy itt követték el azt a büntetteket, hogy szándékos, tehát hazaárulás büntette, idegen titkosszolgálatoknak, kiszolgáltatták a magyar embereknek
kiszolgáltatták a magyar embereket és a magyar emberek vagyonát, és ebben karhatalmi fegyveres erőkkel, ha kell, lőfegyver és könnygáz bevetésével, élő onlineban videokamerák előtt, amely közvetlenül a Skynetre, az internetre nyomja ki a bizonyítékokat, amit nem fogunk megsemmisíteni és nem is lehet megsemmisíteni, követik el a büntetteket. Abban a hitben és abban a létbizonyságban, hogy ők sérthetetlenek és a rendszer tartható. A rendszer nem tartható, a rendszer össze fog dőlni. Bejelentettem előre, és azt is, hogy megdöntöm a rendszert, ezt mindenki tudja már. És kérdezte, hogy ők miben tudnak nekem ebben segíteni. Nem tudnak segíteni, mert már eladósodtak. Kell, hogy menjenek a folyamatok. Kell, hogy bedőljön a rendszer. Kell, hogy legyenek ezek az ügyek, amelyek eladósítják nem csak gazdaságilag, hanem büntetőjogilag is az államvezetést. Mind morálisan, erkölcsileg. Hitelét fogja veszteni a magyar állam és az összes politikus. Tovább megyek, a média. Az a média, amely elhallgatja és asszisztál az összes állami büntethez. A média, amely védőszárny alatt a nép, a lakossági butítás, hogy visszatérve a Gábor előző gondolatmenetéhez, a lakosság lebutítása többek között a médiával. És népirtás folyik itt abban a tekintetben is, tisztelt nézők és hallgatók, hogy nem véletlen az, hogy 89 után, meg már 80-as években elkezdték bomlasztani a társadalmat. Mert ugye a társadalom alapillére a család. Ha a családot szétzúzzák, akkor a társadalmat alapjaiban rengetik meg. Meg lehet nézni, hogy a 80-as évek előtt a házasságoknak mondjuk a 70%-a, 67,5%-a, mint tudom én, a kétharmada, a házasságoknak nem ért véget válással. 89 után meg a mostani rendszerben, mondjuk az ezredfordulónál már több mint az 50%-a a házasságoknak 5 éven belül felbomlott. Továbbiakban növekedett az abortuszok száma, iszonyatos mértékben megemelkedett, a házasságon kívüli gyermekek száma megemelkedett, ami eleve azt a lehetőséget biztosította az államnak, hogy sérült, lelkileg sérült és csonka és rossz, helytelen szemléletben nőjenek fel a gyermekek. Az állam nevelje fel őket azokkal az amerikai rajzfilmekkel, amelyekben nem lehet más látni, mint az agressziót és a gyűlöletet. Ugye nem véletlen, most kitérek erre is, mert ugye ők ezt nem látják át. Ez a nemzetvesztés. A harmadik kerület ezt nem látja át. Hogy nem véletlenül volt a női egyenjogúság. Ugyanis a társadalom, amíg a nők nem dolgoztak, addig a nők otthon a háztartást végezték. Addig a gyermekeket nevelték, gondozták. Nem az állam nevelte a gyermekeket, nem az állami médiumok, hanem a szülők nevelték helyes, Jézus Krisztusi, szentbibliai, isteni törvények szerint nevelték. Miután a lakosság másik része, a másik 50%-a a nők elmentek dolgozni, onnantól kezdve 50%-kal több, tehát a lakosság másik felét is meg lehetett adóztatni. Ki volt téve az állam kénye kedvének. Helikopterek röpködnek folyamatosan fölöttünk, mert ők már ezt tudták, hogy ez fog történni. A harmadik kerületi rendőrkapitányság nem tudta, hogy ezt nem látták. Mert minden összefügg mindennel, hogy az Air France sem véletlenül zuhant le, majd erről is beszélni fogunk. Visszatérve, továbbiakban miután a szülők 8-10-12 órákat dolgoztak gyárakban kevés pénzért, hogy a mindennapi betevőt előteremtsék az asztalra, addig a gyermekek óvodába, bölcsödébe, óvodába, iskolába jártak, ahol állami, beszervezett, titkosszolgálati és csökkent, korlátolt értelmi képességekkel rendelkező állami személyek, pedagógusok értékrendje szerint nevelkedtek fel. És ehhez jött még, bocsánat, hogy nevetek, nevetünk, mert ez így van. És ehhez jöttek azok a értékrendek, amelyeket a mai zenék, a mai sztárok, a mai úgymond szennyes, pöcegödör, szelektív hulladékba való, RTL klubos valóságsok és TV2-es valóságsok lebonyolítanak, amiben azt látni, hogy már lassan élő közvetítésben közösülnek. Főműsoridőben, a tévében. Sátánista zenéket játszanak, Lady Gaga féle zenéket játszanak, illuminátus, háttérhatalmi jelképek szerint neveltetik a gyermekeket, nem az Isten által előírtak szerint, és ez nevezetett oda, hogy a lakosságnak a népessége, lélekszáma csökkent.
hogy Magyarországon 130 ezer ember hal meg évente, és alig 80 ezer születik. Tehát az azt jelenti, hogy 40-50 ezer fő hal ki Magyarországon évente. Tehát egy Sopron város méretű lakosság semmisül meg, de ez sem véletlen. Tehát nem volt véletlen ez a propaganda, hogy a médiában lezűvesztették a lakosságot, és hogy most már élő online-ban lehet közösülés nemi aktus látni, és már 6 éves gyermek is ezen nő fel. És eztán az az értékrend van, hogy ha egy párkapcsolat nem működik, akkor dobjuk mind a fogyasztói társadalom minden termékét, egy mosógépet, egy autót, egy porszívót. Ugyanígy bánnak fiúk a lányokkal, a lányok a fiúkkal. El kell mondani azt, hogy ez vezetett oda, hogy a magyar lakosság és a világ többi lakosság itt a fejlett nyugati civilizációban csökken. Ugye keleten máshogy oldják meg Kínából, törvényben, állami törvényekben iktatják, hogy nem lehet gyermeket várni egyéb többet, kötelező abortusz van, ahogy a Ceausescu is csinálta. Csak ő ugye megtiltotta, mert ő sok gyermeket akart, Kínában meg keveset. Tehát ez így működnek a dolgok. És Orbán ezekkel paktált le? Az Orbán ezekkel paktált le, de most igazából visszatérve a gondolatmenetre, tehát hogy 130 ezer ember hal meg évente Magyarországon, a magyar állam területén, 80 ezer kiscsecsemő kisgyermek születik. 40-50 ezer ember hal meg, 40-50 ezerre csökken a lakosság a föld, Magyarországon, ami egy Sopron város méretű településnek a lélekszáma. Visszatérek az előző gondolatmenethez, egyébként meg az Egyesült Államokban ezek az illuminátusok kijelentették az új világrendet, hogy tudja mindenki, 1 milliárd alá akarják leszorítani a föld népesség számát, hogy tudja a hajnikertő rendőrkapitányság miről van szó. A világ egyik legnagyobb bevételi forrása, biznisze a gyógyszergyártás, és tudatosan mérgezik a lakosságot kemikáliákkal, ártalmas gyógyszerekkel, mert vannak a földnek olyan részei, ahol nem lehet az elkövetni Szíriából, nyilvános, nyílt népírtást végrehajtanak lőfegyverek által. De megvannak a csendes fegyverek, az echelon, az elektromágneses besugárzás, az elrákosítás és a lekemikáliázás. Amikkel ugye számolt terüljen, ugye, aki ezt is el kell mondani, hogy nem tudják, hogy annyi kellett rendőrkapitányság nem éri fel észre, mert buták mind a tök. Aki az élelmiszer láncolatot, az élelmiszer, globális élelmiszer termelés megszerezte, élelmiszer üzletet, az uralkodik a lakosságnak az egészségén, ugyanis az élelmiszerekbe bármit bele lehet tenni. Tehát az ivóvizet lehet kemikáliázni, színezékanyagokkal mesterségesen, szándékosan, tudatosan pusztítják az emberek egészségét, majd aztán majd a gyógyszergyártás majd adja a lehetőséget a tünetmentesítés, ebben iszonyat nagy pénz van, és nagyon sok ember meghal érte. Tehát aki megszerzi az a globális élelmiszerpiacot, az az embereket eteti. Aki megszerzi a pénzrendszert, ahogy megszerezték, az mindent irányít a gazdaságban. Aki megszerzi ezeket, ezt a két dolgot, az egész az országokat leurad általa. Tehát, hogy messze nem menjünk, hogy igen, ez nagyon túlő és túlmutat a magyar állam továbbiakban a harmadik rendőrkapitányság hatáskörén. Akkor hogy gondolja a harmadik rendőrkapitányság, hogy megkísérli azt, hogy velem akár csak vitába száll ezekben az ügyekben? Nem gondolja azt a harmadik rendőrkapitányság, hogy ezek a dolgok, amikkel mi foglalkozunk és nemzetközi szinten teregetjük, mint az Air France-ot, a világ összes titkosszolgálata ezt tudja és figyeli? Nem gondolják, hogy ők ahhoz kicsik, a magyar titkosszolgálata is félnek, nem gondolják azt, hogy ők kicsik ahhoz, hogy velem bármit tegyenek? Azt, hogy elsősorban velem mi történik, vagy a barátaimmal mi történik, az Úr Jézus kezében van. És amíg őt szolgáljuk, addig nagyon kicsi a titkosszolgálat, hogy bármit tegyen, mert az Úr Jézus a legnagyobb. És ő is lesz a legnagyobb, és ő volt, és lesz, és marad a legnagyobb. És akkor visszatérnénk ugye az Air France-ra. Ugye az Air France megsemmisítése, ezt is el kell mondani, mert a 32 rendőrkapitányság a soproniakkal együtt ugye, amúgy üdvözöllek Sopronba, üdvözöllek Csiszár Péter, üdvözöllek. Én is üdvözlöm, uram. És üdvözli a Rász Gábor László kollégám, és megvannak a bizonyítékok ugye, amit ott is elmondtam, és nem tudott ellene mondani. Mert az igazságnak, az Úr Jézus szavának nem lehet ellent mondani. Mert ahogy tanítja az Atya, Krisztus által, hogy a gonoszokat, a saját gonosz tetteikkel veszelj fiát, a kardot rántotta, a kard által vesznek el, az igazak pedig megüdvözülnek által.
aki érti, akinek van szíve, azt hallja meg. Most rajta van a világ összes titkosszolgálata, akik kamerán is tudják. És nevetnek. Nevetnek a magyarokon. Mert valamelyik fölsőbb szinten, az Isten alatti szinten, másnak is érdeke ez, hogy ők megbukjanak. Mert mindenki eszközként használva van. Csak nem mindegy, hogy ki által, mert ha az Úr Jézus által van nem használva, az Úr Jézus által van küldetésben, akkor üdvözül örökéletet nyert. Ezt a másik hatalom ezt nem tudja biztosítani, és nem is akarja biztosítani. Tehát nem mindegy, hogy melyik oldalon áll, és nem lehet átállni. Aki ahova letette magát, az azon az oldalon fog maradni. Az Air France-ról pedig beszéltünk, és hogy tudja meg a lakosság, tudja meg mindenki, hogy 2009. 6. hó 1. napján az Air France-ot megsemmisítették. Nem tud eltűnni egyetlen egy repülőgép sem a légkörben, mert cella információk vannak, légtér celláknak nevezik, ez hivatalosan. A műholdak mindent figyelnek, a másodperc minimumod tört része alatt számtalan videófelvételt és fényképet készítenek, és az összes közlekedési járműt a levegőben repülőgépeket figyelik. És a műholdakat használják a repülőgépek telekommunikációs csatornának. És a hungarokontrollnak sem véletlenül mondtam el, amit elmondtam, ezt ők tudják, ebből nagy botrány lett. Pedig Jézus Krisztus megmondta, én nem vagyok botrányokozó, de jaj annak, aki botrányt okoz. És azok okoznak botrányt, akik ilyen büntetteket végrehajtanak, és 228 embert megölnek. És az óceánba vetnek bele egy több millió dolláros gépet, amit az adófizetők pénzén építettek meg. De most ne térjünk el a tárgyról. Ami lényeg, hogy elkezdtünk foglalkozni az Air France-szal, hogy nem tud eltűnni egy repülőgép, ahogyan a bunkereket, hegyek gyomrát, épületeket, mind az izraeli, mind az iráni létesítményeket átvilágítják KGB-s, CIA-s technológiákkal, többek között, meg ami ezen túl mutat, úgy a tengert is át tudják világítani, és sajnos nem tud elveszni benne semmi, sem hajó, sem tengertől, sem repülőgép. Ezt ugye elmondtam, elmondtuk, többen elmondtuk, és utána nem sokkal ugye lett ez a kis fest nemzetközi konfliktus, továbbiakban aztán idővel meg nem sokkal később elkezdtek foglalkozni vele, hogy ugye az Air France-ot mégis megtalálták, de ez már egy másik történet. Most már azt is tudják, nagyjából leírták, most vagy igaz, vagy nem, ugye hogy mindig hazudnak, hogy meg lehet, kinyomozták, hogy mi lehetett az oka, hogy az Air France lezuhant. Na most ugye én akkor felvetettem ezt az egyszerű ötletet, rosszul mondtam, egyszerű megoldást, hogy ugye nem csak a Ferihegyi, más államok, mint a francia titkosszolgálat, a francia légitársaság titkosszolgálat, a BEA, nem csak az látja a repülőgépek helyzetét, a repülőgépek paramétereit. Tehát ha egy Forma 1-es autó a Box utcába a paramétereit lehet állítani telemetriával, elektromágneses hullámokkal, vezetéknélküli technológiával, hogy a gyújtás hogyan álljon, hogyan legyen az üzemanyag befecskendezés, stb. Az üzemanyag ellátórendszer mennyi üzemanyagot nyomjon, milyen nyomással. Úgy állítják a boxból, a pilóta az a versenyautó vezetője, pilótának akár tudta nélkül is. Hát így bundázzák többek között meg a Forma 1-et. Ugye Bernie Ecclestonnal most kezdtünk el foglalkozni, nem véletlenül rászállt a háttérhatalom, mi légy a kakira. Hogy finomak legyünk, visszatérve a repülőgépeket. Tehát a repülőgépek esetében sokkal komolyabb titkosszolgálati megfigyelés és technológiák állnak rendelkezésre, mert a Forma 1 az csak száguldó cirkusz, az csak a lakosság szórakoztatása, a marketing show, ez pedig kemény titkosszolgálati cég. Most az a lényeg az egésznek, hogy bármelyik titkosszolgálat, akár az információs hivatal Budapest, Budakeszi út, van lehetőség belenyúlni külsős információs rendszerekbe, informatikai adathordozókba és informatikai szabályozó berendezésekbe, többek között vezérelektronikákba, repülőgép, hogy másokban ugye itt tartottunk, és úgy meg lehet változtatni a repülőgépnek a paramétereit, a hajtóműveknek a működését, befecskendezését, hogy a pilóta fülkének a vezérlőpultján nem lát más információt,
fals információt kap. Tehát ő nem érzékeli, mert ott nem mutatja ki, de bele lehet nyúlni. Tehát meg lehet változtatni a gép magasságát, működési koordinációit, akkor a iránykoordinátáit, a hajtóműnek a kapacitását, milyen hatásfokkal dolgozott, és így bele lehet vágni az óceánba egy gépet úgy, hogy a repülőgép pilótája nem tud az egészről semmit. Ezt tettük. A német újság, a berlini újság ezt lehozta, hogy vélhetően, ugye ők nem merték kimondani, vélhetően a repülőgépnek az informatikai információs rendszerében zavar keletkezett. Na most, hogy ez a zavar ki okozta, melyik titkosszolgált miért, ugye az már kérdés, az már babiloni kérdés, hogy kinek állt érdekével, hogy a gépet zuhanyon 228 ember meghalljonnak, mi volt azon a repülőgépet. Ugye a 32. rendőrkapitányságnak ez kicsit túlhalad a hatáskörén. A 32. rendőrkapitányságnak a hatáskörén csak oda terjed ki, hogy ártatlan, amputált lábú, 15 éves unokát egyedül nevelő, rokkanyugdíjas néniket kiraknak, családokat kiraknak az ingatlanjaiból, amit az állami kartelezés hatására döntöttek be hiteleket. Tehát a 32. rendőrkapitányságnak sajnos csak ide terjedt ki a hatáskör. Másik oldalt is meg kell hallgatni. A néni mondja, meg kell hallgatni a másik oldalt. Mi folyamatosan hallgatjuk a másik oldalt, csak a másik oldal, a néni mondja, meg kell hallgat a másik oldalt, és pont ez a lényeg az egésznek. Hallgat a másik oldal, ugyanis bűnszervezetben emberiséggel elkövetett bünteteket hajtanak végre, és valóban hallgat a másik oldal. És sajnos hallgatnak az Air France-nak a megsemmisítéséről is, hogy melyik titkosszolgálat vágta az óceánba az Air France-ot 2009. 6. első napján, ami Rio de Janeiro-ból Párizsba tartott. Francia gép, a BEA, francia titkosszolgálatnak a gépe, francia titkosszolgálatnak a közvetlen totális megfigyelése alatt. Erről nagyon szeret hallgatni az Orbán Viktori Pintér Sándori titkosszolgálat. Erről nagyon szeret hallgatni mindenki, de viszont arról nem hallgatnak, hogy Magyarország értelmiségieit, köztük olyanokat, mint engem, kohort vádakkal, koncepciós perekbe fognak, mint ahogyan a kádári szovjet érába ezt elkövették. A néni mondta, hogy a kommunisták vérence vagyok. Én nem vagyok a kommunisták vérence. Szegény néni egy automata. Én Jézus Krisztusnak a követője vagyok. Ezt csinálják a lakossággal, megkritik. A lakosságot megkritik. Tehát a néni, amit beszélt, az a butasság, amit a médiába belehazudnak. Tehát én megmondtam ezt egy másik videóanyagban, hogy nem érdekel egy titkosszolgálat sem jobb oldalon, sem bal oldalon. Sem a közel-keleten, sem a tengeren túlon. Nem érdekel, mert sátántól való, és nem Istentől való. Ha Istentől valóak lennének, akkor nem lennének ezek a büntettek, nem lenne VTC 2001. szeptember 11. Ugye, amit mindenki tudott, és mindenki eltudott, mert ne gondolja azt senki, hogy egy VTC-be bele lehet vágni egy repülőgépet. Egy olyan épületben, ami Amerikának egy a szimbóluma, 73-ban épült, második a világgazdaság egyik központi helye. Tehát bankárok, olajmágnások, illuminátusok, államvezetők oda járnak, ott tartózkodnak. Akik ugye nem mentek be azon az ominózus napon véletlenül valamiért dolgozni. Nem is tudom miért, és azt hazudták, hogy hát ez jó, hát ez hofi szinten elmondom, hogy minek a vas hány fokon olvad meg? 1539 ideális körülmények között. A kerozin égése során hány fok keletkezik ideális körülmények között? 7-800 fok. Ha több keletkezne, például a benzin elégetésénél is 7-800 fok keletkezik, mert ha több keletkezne, akkor összeolvadna a motorblokk. Tehát a dugattyú nem tud 1000 fok felé felhevülni, mert akkor már olyan hőtágulás keletkezik, hogy a motor nem tud üzemelni. Akkor megkérdezem én, hogyha a kerozin kigyulladt, azt mondták, hogy a tartó szerkezet a hatalmas hőtől, az égés hőtől olvadt meg, és úgy vaskatta magába az épület, meg a hatalmas ütközéstől. Megkérdezem az amerikai titkosszolgálattól, hogy ugye beton zsalúvasak vannak, tehát a vas közvetlenül, a vas szerkezet nem is látható,
és nem az egész vasszerek között látható, mert betonban van bezsarúzva. Tehát, ha 800 fokon ég a kerozin, akkor hogy tud az 1530-40 fokon megolvadó vas megolvadni a célszerkezet, amikor még védőburokban körbeveszi a betonzat? Elmondom, egyszerű a történet, sehogy. Ennek ellenére azt hazudták, hogy lefolyt a kerozin égésétől, ami a gépben ott lefolyt, elfolyt a vasszerkezet. Ezt hivatalosan ugye, de vizsgálódjunk, tehát nem kell más tenni, vizsgálódjunk, tehát meg kell igazi, független szakértőket kérni, fizikusokat, statikusokat, mérnököket, hogy akkor ezt vizsgáljuk ki, hogy az életvédők, a Jézus Krisztus követők igazat mondanak-e, vagy hazudnak, vagy nem tudják, hogy mit beszélnek. Ki kell vizsgálni? Ha ki kell vizsgálni, igazságügyi elmeszakértő vizsgálatra kell beidézni a magyar állam, a Magyarország területén élő értelmiségieket, orvosokat, jogászokat, emberjogvédőket, akkor feltételezem, hogy meg kell vizsgálni azokat az embereket, akik ezeket állítják. Ami nem felel meg a fizika törvényeinek és a valóságnak, ki kell mondani. Ugyanis például, amikor belevágódott a VTC-ből a gép. Mindenki tudja, hogy New York elég szeles város. Sokszor 150-200 km szélökések, 100 km, 100-120 km szelek fújnak. Hatalmas homlokzata van azoknak a tornyoknak. Egy 90-100 km szél, 150-es szélökésekkel sokkal nagyobb fizikai behatást gyakorol az épületre, mint egy bevágódó, néhány tonnás repülőgép. Tehát egy repülőgép bevágódása nem tud akkora kárt okozni, ami összedönteni a tornyokat. Mert ha attól összedődne, akkor elfújná azokat a tornyokat a szél. Nem kell messze menni, itt van például Sopronban az Echelon torony. Fenn a soproni lövek domtetei. Több száz méter, biztos van egy 250 méter magas ez a torony. Érdekes kilengése van, de nem dől el. Pedig az nincs akkora homlokfelülete, mint egy VTC-nek. És mégis 20 méter mélyre le van alapozva, vasbetonba bele van rakva az a torony, az az antenna, hogy ne dőljön el. Akkor mennyi, milyen mély az alapja, milyen mély volt az alapja a VTC-nek, és milyen vasbetonzatba lett a VTC-nek a vászszerkezete megépítve. Most már 5-600 méteres... Most már 5-600 méteres tornyokat építenek, és a szél nem löki el őket. Tehát olyan éghajlaton és olyan földrajzi és időjárási viszonyok között, mint mondjuk a szubtrópusi Ázsia, Hongkongban például, ahol ugye tájfunok vannak, és mégis megállnak. Akkor egy repülőgép nem fog egy VTC-t összeomlasztani, és nem fogja a 800 fokon égő kerozin sem elolvasztani az acélszerkezetet. Továbbiakban hova tűntek azok az acélszerkezetek? Kérdés. Miért? Akik ott voltak, ugye katasztrófavédők, tűzoltók, azok arra számoltak be, hogy robbanásokat hallottak. Az a torony úgy omlott össze, mint ami magába rostak. Tehát az profi robbantó mesterek komoly számítógépes programokkal lett időzítve a detonáció, hogy az így roskadjon össze. Utána kell nézni. Ez ugye a 32. rendőrkapitányságnak a hatáskörén túl van, visszatérve a soproniakra, de az nincsen túl a soproniaknak a hatáskörén, hogy az én barátaimat, a keresztény társaimat koholt vádak alá vonják, hatósági szabálysértési bírságok keretében egzisztenciálisan ellehetetlenítsék. Ez nem áll távol tőlük, néniket, idős embereket kilapoltassanak. Ez nem áll távol tőlük. Ezt végignézi egyébként a magyar társadalom is, és azok is, akik színjátékként már itt a néni jött, és engem leprovokátorozott, holott nem is tudja, ki vagyok. Én nem vagyok provokátor. Ő egy tudatlan ember, akit az ilyen orbáni mosvék média sajnos megbutított. A sok hazugság, annyi a hazugság, annyi az egymásnak ellentmondó hazugság és részigazság, hogy már senki nem tudja, miben higgyen. Miben bízzon, kinek higgyen. Én azt mondom, hogy a Szent Bibliába kell keresni az igazságot, és az Úr Jézus szavában van az igazság. Mert ahogy megmondta az Úr Jézus, a világ elmúlóban van az ő szavai, viszont soha nem múlnak el. És amíg be nem teljesednek a proféciák és a törvény, addig egyetlen egy vesző, egy ióta sem vészel a törvényből. Amíg mindezek meg nem lesznek, ő így mondja. És én hiszek az Úr Jézusnak. És hiszek benne.
És azok, akik ellenem fordulnak, vagy tőlem eltávolodnak, nagyobb veszélyben vannak, mint akik kitartanak mellettem. Mert aki csak egynek nem segít az igazak közül, az az egész világot veszélyti el. Vannak konfliktusok egyébként mindenhol, tehát így bomlasz a titkosszolgálat, ugye az elmetechnológia, beépített emberek, mesterségesen létrehozott konfliktusok. Erre van kapacitás, hogy helikopterkel repkedjenek felettük több millió forintos rezsiköltséggel. A hajléktalanokat pedig 150 ezer forintra akarja a pintéri állammafia megbírságolni, csak azért, mert életben maradt még. És felszámolták a szociális védőhálót Magyarországon, nincs normális ellátás. Egyébként nem kéne hajléktalan ellátás, ha nem lenne hajléktalanság. Ez ilyen egyszerű. Kinek az érdeke, hogy a hajléktalanság intézményesítetten fenntartható és fenntartott dolog legyen? Mert a hajléktalanoknak nem, a magyar társadalomnak úgy szintén nem. Tehát a hajléktalanoknak a hajléktalanság megoldása nem abból áll, hogy a hajléktalanokat felszámoljuk. Tehát azt teszi az Orbán Viktor, ahogy tette Adolf Hitler. Tehát a zsidó kérdést Adolf Hitler a végső megoldással próbálta megoldani, tehát a likvidálással. Tehát az Orbán Viktor és a szegény problémát a végső megoldással próbálja, végső ellehetetlenítéssel próbálja megoldani. Mert a Jézus Krisztus szájából elhangzott az utolsó időkben, hogy olyan nyomorúság lesz a Földön, amilyen előtte nem volt soha, és nem is lesz többé soha. És ha ezek a napok meg nem rövidítettek volna, senki nem maradhatott volna életben a választottak közül sem. De a választottaké megrövidítettek ezek a napok, és a napok nyomorúságai. És akkor visszatérve a témára, aminél előtt tartottunk, hogy most már olyan szinten vagyunk, hogy gyakorlatilag Magyarország lassan élhetetlenné válik. Mindenki elárul mindent. Mindenki fél mindenkit. Tiszta Ceausescu-i rendszer. De ezt már sokszor elmondtam neked, Orbán patkány. Ceausescu hogy járt? Kilőtték Ceausescu-t, igaz? A saját emberek likvidálták, külső titkosszolgálatokat igénybe véve. Vagy valamelyik másolat, tehát mindegy, lényegtelen. Lényeg, hogy elmozdították, leírták. Orbán Viktor, vajon téged? Te meddig? Eszközként meddig vagy funkcionálható? Meddig vagy felvállalható? Az a baj, hogy nem érti meg, amit mondunk, mert programozott az agya. Nem érti meg, mert programozott az agya szegénynek a sátáni sötétség meg az echelon technológiák által nem fogják. Vagy a harmadik kerület se fogja fel. Elmondtam a harmadik kerületnek, ezt is így nyíltan megmondom, hogy nem vagyok hajlandó leereszkedni az ő szintjükre. Tehát nem érdekel a problémáik, mert főleg abban, hogy nem tudnak segíteni. De bevédik az állami bűnözőket saját magukkal együtt, hogy már pedig a kilakoltatások és az ő karhatalmi jelenlétük az legális és törvényes. Ha hónap Orbán patkány meghozza azt a törvényt, hogy éles lőfegyverrel ki lehet lakoltatni, ki lehet mészárolni, ki lehet írtani a házból, a lakásból a szerencsétlen szegény ember, akkor hónap után ők belelőnek a tömegbe és kiirtják azt a családot. Volt már erre példa, despotalizálódik a társadalom, a néni ezt nem fogja fel. Hogy ugye ki miért kerül az utcára, azt a néni nem tudhatja. Ezt a rendszer ennyi. Az Isten dönti meg, mert mindent az Isten irányít, nem az Orbán Viktor. Az a különbség, a Hofi viccre visszatérve, mert elfelejtettem elmondani, az a különbség az Isten és a Orbán Viktor között, hogy a Szent Atya nem akar Orbán Viktor lenni. De az Orbán Viktor szeretne Isten lenni. Ez nem fog összejönni. Ahogy megmondtam a soproniaknak, hogy bele fognak bukni abba, amit ellenem és a testvéreim és a keresztény társaim és bármely ember jobbvédő ellen elkövet. És a családunk ellen, és azt is megmondtam, hogy én keresztény vagyok, nem árulok el senki. És ezt mindenki tudja. Tehát azok a lobby, tehát én nem felelek meg lobbinak, nem érdekel egy lobby se, sem jobb, sem baloldal. Nekem csak az Isten van és Jézus Krisztus. És akkor ugye ezért hagyta meg az Isten az eszemet, nektek ezért vette el. Ki kardot ránt, kardáltal vészel.
de a lakosságtól kiégett fényszóró, széklámpája, egy kicsit kopottabb gumiért, mindjárt letudtak 50-100-150 ezeret, és olyan irreális büntetéseket húzni, amit nem tud kifizetni. 30 mesetlen. Egzisztenciális pusztítás. Tehát még egyszer mondom, hogy ezek a dolgok, ezek vissza fognak ütni hamarosan. Megígértem a soproni rendőrkapitányságnak, a rendőröknek és a soproni rendőrkapitánynak, hogy ami büntetet elkövetnek, azokért számon lesznek kérve. Mind ellenem, amit elkövettek, mind a bajtársaim, a testvéreim, a keresztények és az emberjogvédők ellen és a szegények ellen. Mert több ügy van a soproni alknak a rovásán is. Ők azt hiszik, hogy ez a titkosszolgálat, ez a támadó Orbán pintér titkosszolgálat a végtelenségig fenntartható. Ceausescu is azt hitte, a végtelenségig fenntartható az ő szekuritátéja, és valaki átvette a szekuritátét az ő kezébe, és átnevezte SRV-nek, és folyt köt. Tehát ez most is így történnek ezek a dolgok, és így fognak mindig történni. Mert királyokat, magukat sokra tartó embereket aláznak meg, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik. De aki megalázza magát az Úr Jézus nevében, az felmagasztaltatik. Ez a törvény. És a hajnali keleti rendőrkapitánságra visszatérve nem általottak engem felhívni, és pofátlanul válaszolni, hogy ők ebben nem tudnak segíteni, miért küldözgetem az anyagokat. Miért lakoltatnak ki? Miért követnek el állami titkosszolgálati büntetteket párpolitikai utasítást? Meg is fenyegettek ott az őrsön engem a felvételek miatt. Megfenyegették a Rácz Gábor Lászlót. Na most én keresztény vagyok, és nagyon-nagyon kemény Jézus Krisztusi védelemben vagyok. Sokkal nagyobb, mint azt bárki gondolna. És ezek a fenyegetések nem vezetnek sehova, mert nem az félem, aki a testet megöli, hanem aki a lelket a testtel együtt a gyehennába vethet. Ezt sem értik ők, mert ők nem látják át. Nem látják. Sokan már tudják a titkosszolgálat, és a lakosság is lassan kezd ébredezni, hamarosan fel fog ébredni. És átbillenik egy másik tudatállapotba. Azáltal a hatalom által, amelyik most lebutította a lakosságot. Igazából a társadalom saját maga tükörképe, és az Isten tökéletes. Az Isten, ha valamelyik nép elfordul tőle, megbünteti. Tette ezt Izrael népével, és a világ sok népével, legtöbb népével, minden népével. A magyar, ki kell mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon nem követi, egyáltalán nem követi, elhagyta az Isten törvényeit. Mivel elhagyta az Isten törvényeit, ezért elfordult az Istentől, ezért az Isten is elfordult tőle. És látható, és megmondtam az utolsó trianont, ami be fog következni az utolsó trianon, mert én mondtam ki, és amit kimondtam, az úgy fog történni. Nem lehet engem megállítani olyan dolgokkal, hogy a családtagjaimat, szeretteimet leválasszák rólam, megölik őket. Megölhetik? Leválaszthatják? A lelkek vizsgálója a Jézus Krisztus. Majd ő megítéli. És megmondatott az is, hogy az utolsó időkben sokan eltántorodnak és sokan elárulják egymást. Megsokasodik a bűn a földön, a szeretet lángja kihűl sokakban. Erről nem beszélnek a templomban a beszervezett papok, akiknek meggyónnak az emberek és kiadják az információt a titkosszolgálatoknak. Mert a Vatikán az egyik legnagyobb titkosszolgálat. És a Vatikán Bank az egyik legnagyobb pénzmosó, köztük ugye a San Marino mini állam bankjai, és akkor Monaco. Nem véletlen adóparadicsom. Nagyon szereti ott tartani a pénzeket az elit. Nagyon szereti ezt a konstrukciót, szerette Bernie Ecclestone. De térjük már vissza Bernie Ecclestone-ra. Az 1930-ban született Bernie Ecclestone ideje hamarosan lejár. Ő a belségési motorok idejében élt, nem az új világrendben. Lejár. Ahogy a belségési motorokat átveszik az alternatív energiaforrásokkal üzemeltetett, sokkal tökéletesebb is és jobb minőségű közlekedési eszközök, úgy átveszik. És elveszik a belségési motor, és az olajlobbinak is leáldozóban van. Bernie Ecclestone pedig milliárdos. Azáltal lett milliárdos, hogy kiszolgálta a hatalmat. Show business. A száguldó cirkusz. Hogy a titkosszolgálat tudja, miről beszélek. Mert egy Bernie Ecclestone-nak sem.
szabadán megvesztegetni a német állam egyik legnagyobb bankárát. Nem szabad. A német állam bankárát börtönbe tették, elítélték. Bernie Ecclestone ellen még vádat sem lehet. Ellenben a keresztény Sós József és társai ellen állami titkosszolgálati utasításra bűnszervezetben követik el a büntetteket, és koholt vádakat állítanak fel vád előkészítésben, hogy Rákosi Mátyás tette, Kádár János tette, Szálasi Ferenc tette, Adolf Hitler tette, Sztálin tette, csak hogy, ne, hogy a komplet népírtó bandát, a sátáni söpredéket ne hagyjuk ki. És akkor azok, akik életet védenek, és elismerik a holokausztot, és a holokausztot mélységesen, a holokauszt áldozatait mélységesen tiszteli, és elítéli azokat az embereket, és azokat, akik elkövették a holokausztot, és elfordul ezektől a büntettektől. Azt elhurcolják a 2011-es holokauszt megemlékezésről. Azokat az embereket, akik a kisebbségek érdekeiben, többek között a cigányok érdekeiben, a roma lakosság, most nem baj, így mondtam, hogy cigányok, mert nem mondtam csinya szót. A cigányok egyébként a cigány szót használják, utálják azt, hogy roma. Roma, cigányok, sérelmű elkövetett büntettekben is mi voltunk, és mi vagyunk, és mi maradunk azok, akik legjobban a roma lakosság érdekeit is képviselik. Mindahogy a Magyarország területén és a világ bármely pontján más nemzetiségek, kisebbségek érdekei mellett is ugyanúgy kiállunk. Bőrszintől, identitástól és egyéb világnézettől független. A néniért is kiállunk, mert a néniért is meghalt az Úr Jézus Krisztus. Nem tehet róla a néni, aki előbb a butaságát elmondta, nem tehet arról, hogy ilyen értelmi szinten van. Erről nem őt kell bántani, hanem azokat a szemét férgeket, akik a mostékot nyomatják neki, a szart nyomatják neki a tévébe, és ő belül az MTV, az RTL-es híradót megnézi, és akkor azt hiszi, hogy mindent tud. Vagy ügynök a néni, az is benne van a dologban. Tehát, hát akkor meg állami söpredék, tehát meg még buta is. Hát, mit mondjunk még? Air France volt. Lágerek. A lágerek, igen. Hogy érdekel engem, hogy miért készülnek lágerek a világban, és a FEMA milyen célt szolgál? Minek van legyártva a FEMA által? A FEMA miért tart fenn több millió darab koporsolt az USA-ban? Miért látunk annyi katonai járművet az úton? Miért látunk annyi katonai járművet amerikai itt többek között? Megmagyarázzák, hogy azért, mert a NATO-ban vagyunk benn. Miért vannak ilyen csapatmozgások a világban? Miért készülődik a világ háború? Mert minden jel arra mutat. És én nekem van egy olyan, nem azt mondom sejtésem, hanem azt mondom, hogy tudom, hogy a 4-es metrót nem arra a funkcióra akarják használni, mint amire építették hivatalosan. Óvóhelyne sokkal biztonságosabb és jobb. Erre volt egy interjú alanyom. Mint ahogyan pucolják ki a bunkereket, a rakétasilókat, ahogy erről már beszéltünk, valahogyan a katonai eszközöket üzembe és rendszerbe helyezik. Rendszerben volt eddig is, csak most úgy mondanám, hogy karba tartva átnézik, hogy biztosan működjön. Ez háborús előjele. A szíriai konfliktus. Tudatosan megszervezett, megszerkesztett folyamat. Hogy polgárháború gerjesztenek, beépített ügynökökkel. Polgárháború legyen, népírtás legyen, és majdan egy másik külsős nagyhatalmi ország bevonulhasson, mint rendfenntartó erő és ország és szerv, és majdan más érdekszövetségek is szembe mennek, és ebből kirobbalt először egy ilyen földrajzilag lokális, majdan globális pusztítás. Az új világrendnek a nyilvános beiktatásának a megfeszített munkafolyamatait látjuk, csak ezt a hangi kellett nem éri fel, mert ő csak egy szabálysértési bírságot tud csekkre kiállítani, 30, meg 50, meg 100, meg 300 ezer forintot, tehát eddig teli. Meg a soproniaknak is, tehát itt mondom, hogy nem érdekel ám, hogy ezek a dolgok. Tehát ha ők nem illetékes elvtársak a lakosságnak az ügyes boros dolgaiba, népírtásokban nem tudnak segítkezni, mint jogvédőszerv, akkor... Holott kötelesség. Tehát most ez megint bele lehet menni ilyen apró dolgokba, hogy hivatal, tehát a segítségnyújtás elmulasztása, mint polgári személyként,
ugye hivatali visszaélés, mint hivatali személyként, akkor ilyen apróságokkal nem foglalkozunk, hogy hivatalból nem foglalkoznak ezekkel, tehát ők nem azért vannak, hogy az emberek életét védjék, hanem azért vannak, hogy kiszolgálják a hatalmat. És a pintéri titkosszolgálatnak a támadó mi voltát még erősebbé tegyék. Hát erre van pénz. Arra van pénz, hogy a rendőrséget fejleszték, van pénz államilag, meg van pénz az emberektől beszedett szabálysértési bírságokból. Mert ugye azt nyomatják, és ugye el kell mondani, hogy a Nyugat-Európában is tudják, és irreális magas bírságok vannak Magyarországon, mondjuk a közlekedési szabálysértési bírságok. Olaszországban, ugye többször kinyártam, Olaszországban sem magasabbak, nem sokkal magasabbak és súlyosabbak a szabálysértési bírságok, mint Magyarországon. Volt 1500 euró és a felett keresnek az olaszok a mai napig. Magyarországon nem keresnek ennyit az emberek, és mégis. Tehát a fizetéshez, a bérekhez viszonyítva megfizethetetlen bírságok, tehát ez egy politikai fegyver. Tehát rettegve ül be az ember az autóba, engem nem érdekel. Rettegve ülnek be az autóba, hogy most véletlenül elfelejtették bekötni az övet, és akkor egzisztenciálisan megborulnak, a gyereknek nem tudja megvenni az ennivalót, nem tudja megvenni a létszükségleti dolgokat. Tehát ez is a népirtásnak a része, csak ez finom. Ez finom titkosszolgálati módszer. Térjünk már vissza a hitelezésre, és hogy most hogy kalkulálják a kamatokat. A hitelezés... Szerintem új pénzrendre jön az azért. Azt mindenki tudja és tudni fogja, a pénzrendszer, most a mostani pénzrendszer, kicsit menjünk 45-ig vissza. Emlékezzen vissza mindenki, internet is látható, hogy volt olyan idő, amikor a jó fizetőeszköz, a pengő, erős, stabil fizetőeszköz úgy legyengült, hogy egy zsák pénzzel lehetett egy kiló kenyert venni, fújta az utcán a pengőt, a szél, mint a szemetet. Ez azt jelenti, és ezt sokan tudják, Drábik János úr is tudja egyébként, akit személyesen ismerek, és beszéltem vele, Tordján József úr társaságába és Hitti Gusztáv társaságába egy nyilvános rendezvényen, konferencián Zrínyi utcában, hogy, és erre könyvet is írt egyébként a Drábik, Dr. Drábik János úr, aki magyar-amerikai kettős állampolgár, közgazdász, író, tehát nem egy buta ember, nagyon okos ember, és felnézek rá és tisztelem a munkásságát, ezúton is üzenem neki. A pénz, addig kell nekik ez a pénz, ameddig megszerzik vele azt, amit akarnak. Miután megszerezték, hogy ne lehessen tőlük elvenni, azért megszüntetik. Hamarosan be fogják vezetni, és most kijelentem, és ezt kijelentem. Most hamarosan minden fizetés és minden tranzakciót nem készpénzre, hanem először chipkártyák, bankkártyákra fognak áthelyezni, és ezt törvénybe hozzák, hogy chipkártyán lehet majd tranzakciókat végrehajtani terminálokban és pénzintézetekben egyaránt. Aztán pedig folytatnám tovább, bocsánat Gábor, hogy közbeszólok, az a mikrochip, az a plastikkártyából hamarosan az emberi testbe fog vándorolni. A verichip. Ami mindenkinek az egész élete rajta lesz, be lesz oda szkennelve, rajta lesz vércsoportja, rajta lesz az iskolai végzettsége, rajta lesz neki, azon lesz a virtuális pénze, azt fogja neki nyitni otthon a lakásajtót, mert fotocellások lesznek az ajtók, az autójában nem lesz slusszkulcs, hanem ezzel fogja indítani az autót, amit már nem is kell majd neki vezetni. Ez az új világrend, üdvözlök mindenkit. És akit ki akarnak vonni a társadalomból, majd ezt a csipet, ha lekapcsolják, akkor elvágják a létszükségleti életben maradási dolgok, tehát élelmiszertől, ivóvíztől, lakhatástól. Ez az új világrend. Erről beszélt Alain Rousseau, aki személyesen a Rockefellerekkel jóba volt, és rejtélyes módon, miután hollywoodi filmrendező, tehetséges ember volt, aki sajnos 2006-ban, vagy 7-ben, azt hiszem 2006-ban, 5-6 éves súlyos rákbetegség után meghalt. Azután lett rákos, miután nemet mondott a Illuminatus Rockefeller családnak a beszervezési dolgaira. Tehát ő nem ment bele. Nem hagyta magát beszervezni. Így dolgozik a hatalom, így öli meg az embereket, az ellenszegülőket. Folytatom. Alain Watt,
internet, ellátható. Ő elmondja, hogy a társadalmat tudatosan a hatalom hogyan tette tönkre, hogyan befolyásolja a média által, és az elmetechnológiákkal hogyan tompították le, és hogyan irányítják a lakosságot. Tudatos, szisztematikus lebutítás, rabszolgasorba döntés. Az ellenállóknak a likvidálása, teljes ellehetetlenítése, tönkretétele, ez folyik. Ezt teszik azok ellen, akik szembeszálltak velük. Folyamatosan itt van az a kis eszköz, talán légynek átszázva. Nem talált a titkosszolgálati technológia. Mindegy, nem lényeg, hát él online-ban néznek, azon is, ezen is mindenhol. Be van technikázva minden, nem számít. De az a lényeg, hogy repülőgépet nem találnak meg. Meg a rendőrség előtt letett autókat szétvernek, és nem tudják meg kinyomozni, hogy ki volt zelke. Segítsünk meg fölvinni azt a csomagot, addig. Megkérdezzük a Nédinek ezt, ilyenek vagyunk. De ugye nagyon bizalmatlanok az emberek, hogy segíthetünk-e felvinni a csomagot. Mindjárt itt van a néni, megkérdezzük tőle. Csókom, segítsünk felvinni a csomagot? Nem kell, a néni nemet mondott, hát mindegy. Amúgy mi emberjogvédők vagyunk, esetleg fogd meg azt, vigyük fel. Nem fogunk vele elfogni, de mindegy. Gondolom, de... Na, nem, ha nem, 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 nem erőszakoskodunk. Nem nehéz, mert direkt nem vettem sokat most. Pont ilyen témába készítünk egy filmet, elmondva az emberek nem bíznak egymásba, tehát nem értik, hogy lehet, hogy tud valaki érdek nélkül bárkinek a legkisebb dolgba is segíteni. Tehát ezért tették tönkre a társadalmat. Nincs adott szó, nincs megtartott szó, nincs hitele az embereknek. Egymásban nem bíznak, átvágják egymást az emberek. Igen, ez így van. Tehát sajnos ilyen világot, ezt nevelték ki a mai társadalomból. És ez azért jó a hatalomnak, mert így sokkal könnyebben irányíthatja, ha összetartó, ha okos a lakosság. Az okos embereket nem lehet az orránál fogva vezetni. A butákat lehet az orránál fogva, az oruknál fogva vezetni. Amerikában nem véletlenül kezdték el már az 50-es, 60-as években azt, hogy államilag dotálták és támogatták, hogy minden háztartásban legyen egy doboz, amit televízió készüléknek neveznek. Egy. Azért, hogy által a hazugságokat teletömjék az emberek fejét, ahogy Alan Watt elmondta. A másik, abban a televízió készülékben már a műholdak korában lehallgató készülékeket és már akkor a legtutibb, legprofibb titkosszolgálati megfigyelő rendszereket bele lehetett építeni. Tehát benn volt a tévé és a rádió készülék a lakásban, és élő onlineban 24 órában hallgathatta le a titkosszolgálat, hogy mi folyik a lakásban. Tehát mindenkinek be van technikázva a lakása, a titkosszolgálat nem ment be akkor is. A televíziókészülék egy katonai eszköz. Rádiókészülék, mobiltelefonkészülék, telefonkészülék, videokamerakészülék, mikrohullámú sütő. És nagyon sok eszköz. A gépkocsi be van technikázva gyárilag. A gépkocsi elhangzott szavakat és a gépkocsiba történő dolgokat arról videó és hangfelvétel készül. Mind ahogyan most már mióta injektorosak lettek az autók, ugye ez a 90-es évek elején történt meg, 96-ban minden autógyár átállt és megszüntették a karburátoros gépkocsikat, azt a konstrukciót. Nem véletlen, mert az injektorhoz kell vezérelektronika, a befecskendezés, ez komputer kell hozzá, meg a gyújtáshoz. És abban a kis vezérelektronikában, a kis echo dobozban bármilyen katonai titkosszolgálati dolgot bele lehet tenni. És a műszerfal mögött a mai autókban, amiben már multifunkcionális, multitelekommunikációs eszközök vannak. Műholdtól elkezdve minden, bármit bele tudnak tenni. De beletette a KGB ezt a Zsiguliba is. Tehát ne higgyi a senki, hogy 82-ben, mint én születtem, nem volt egy Zsiguliba bent minden. Hát a Stázi se hagyta volna ki a Trabantot, ne technikázza be. Hát tudni akar mindenki mindent, nem? Hát a karhatalmat úgy lehet megtartani, a hatalmat, hogy a lakosságba beépülünk ügynökökkel és technológiával megfigyeljük őket. A televíziókészülék ez volt, hogy olyanokká legyenek az emberek, mint itt, amiket látunk. Most ugye az életképek jön fel az idős, már másik idős néni, az egyik bizalmatlan volt, a másik ellenséges volt. Ezért tették a társadalmat. Tehát ezek példák, hogy ezt nem érti a harmadik keletű rendőrkapitányság. És itt megmondom, nagyon csúnya dolgot mondok, nagyon kemény dolgot mondok. Hogyha a lakosságban lenne Jézus Krisztusi összetartás, akkor oda menne, mit tudom én, 150 000 ember körbevenni azt a háztömböt, vagy 500 000.
És átadnál hajléktalan. És a rendőrség nem tudna mit tenni. Mert ugye belelövetni 500 000-es tömegbe, ugye az olyan népvitás, hogy azt nem lehet felve. Akkor már despotizálni kell a társadalmat, akkor már nem lehet a demokráciának nevezni az Orbán rendszert, hanem akkor szíriai rezsimnek diktatúrának nevezik át. Utána belelőnek 500 000 emberbe, kimegy 5 millió Jézus Krisztus a szemléletben, és akkor onnantól megdöntötték, és nincs a lakásnak az elvétele. Nem lehet megvalósítani. Azért vigyázzunk, nehogy kirobbantsuk egy polgári forradalmat. Nehogy félreértsék az emberek. De Hajdú Attila keresztény társammal beszélgettünk kerekasztalni ezekről a dolgokról, ő is így látja. Szerintem a Rácz Gábor László is így látja, csak óvatosak vagyunk, mert van, nem akarjuk. Félértés. Ezáltal támogatják az ügynököket, az ügynök által alapított csoportokat. Nem akarunk vérrontást, mert keresztények vagyunk, és az élet a legfontosabb, az életvédelme az elsődleges szempont. Ezért nem támogatjuk azt, ami így a kardot, hanem kardáltal vészelt. A szó erejével viszont megtarthatjuk mindent, ahogy Jézus Krisztus mondta. Mert az igazság ellen nem lehet mondani, ezért nem tudnak semmit tenni. És visszatérve ugye a társadalmat szándékosan szétzsűlesztették, mindenkit egy saját kis mikrovilágba belehelyeztek, és ezáltal azt tesznek az emberekkel, amit akarnak. Tehát ez egy tudatos, szisztematikus folyamat volt, mert gondoljon vissza mindenki, gondolkozzunk. Még Magyarországon is a 60-as, 70-es években, aki építkezett, most egy egyszerű példa faluhelyen, vidéken is, egyik ember utcába a másiknak ment segíteni. Így épültek fel a házak. Mentek, csináltak bográsgulyást, borosztak, söröztek, a ház felépült. Manapság senki nem megy el a másik embernek érdek, és ingyen nem megy el segíteni. Ha viszont mégis elmegy, akkor egyből ugye adócsalás követel, és akkor egyből rászáll az APEC, és több százezer forintot bírságokat szabnak ki. Csak azért, mert én a fele barátomnak segítek, és nem adózok, és ebből az állam nem tud hasznot húzni. Tehát a védelmi pénzt nem tudja beszedni ebből. Akkor megkérdezem én, hogy ha ezért adózni kell, akkor hogy lehet Magyarországon, Budapesten, hogy tudnak emberek annyi pénzt összerakni, összebűnözni, hogy egy 110 milliós Rolls-Royce Continentállal és Ferrari 599 Fioránóval közlekedjen Budapest utcáin és az ország számos pontján. Tehát hogy lehet egy 85 millió forint alapárú Ferrari-t megvásárolni a magyar fizetésekből? Sem a fizikai munkából, sem az értelmiségi munkával ennyi pénzt nem lehet összerakni úgy, hogy mellette még éljen is az ember. Hazaárulásból. Tehát ezek mind bűnözők, és akkor megkérdezem, hogy miért nem, tehát a támadó pintéri titkosszolgálat miért nem rángatja ki az autóból a Ferrari 599 Fioránóval közlekedő állami bűnözőket. Akkor megkérdezem, hogy mi az érdeke, tehát nem véletlenül visszaosztanak az államot, szolgáltnak ezek a férgek, nem osztanak véletlenül vissza pénzeket? Hogy ezek szabadon garázdálkodjanak? Vidovicki László mafiózó is ezt tette, csak valakinek útjába állt, mert mindig van egy nagyobb ha, és Vidovickit most félretették. Ugye Vidovicki nem mer beszélni, mert ugye az állam kenyerét eszi, bármikor megmérgezhetik, ugye ez sem érti a harmiket. Annyira buták, hogy nem értik, miről beszélek, hogy halnak meg emberek. Nem értik meg azt, hogy mondjuk Júlia Timoshenko Ukrajnában ugye bebörtönözték, indítottak ellen egy pert, hát bármikor lehet, mert állami bűnöző, államvezető volt, államember volt, fogható. Nem értik a 30. keleti rendőrkapitányságnál, elmondjuk nekik, hogy betegedett meg. Hát vajon Júlia Timoshenkót nem az a drágalátós állam, nem az a drága állam eteti? Vajon mit tettek meg Júlia Timoshenkóval, hogy hirtelen lebetegedett és meg akarják törni? Mi áll ez mögött? Most nem menjünk bele, nem, mert most ugye az, néni azt mondta, hogy én kommunista vagyok, MSZP-s vagyok, nem vagyok semmi. Nem érdekel, tehát leszarom, hogy mondjuk az ukrán KGB-s vonal mit csinál. Igazából Júlia Timoshenko kardot rántott, és ugyanaz a hatalom kardáltal elveszített. Ahogy az Úr Jézus megmondta, megint csak oda kell visszakanyarodni, amit a Szent Atya Krisztus által neki, az embereknek, az emberiségnek adott, mert Jézus Krisztus értünk halt meg. Az apostolok a szegletkő, amit az építők megvetettek. Kik voltak az építők? Hát nem az Úr Jézus és az apostolok? A kőszikla, a Péter, nem ők voltak?
Nem ő volt? Akik ott voltak a Jézus Krisztussal, látták, végigérték, kezükkel illethették azokat a dolgokat, amit az Úr Jézus véghez vitt. Csodálatos dolgok ezek, és mai napig így van. 2000 év után is nem múltak el azok a szavak, amit az Úr Jézus mondott. Megmaradtak, ahogy megmondta. Nem veszett el, nem tűnt el, nem tudott megsemmisülni. Az Úr Jézus szavai fennmaradnak, amíg a világ világ lesz. Az Úr Jézus megmondta, hogy az ő szavai soha nem múlnak el. A világ elmúlóban van, de az ő szavai mindörökké megmaradnak. És azt a napot és azt az órát nem tudja senki, sem az égangyalai, sem a fiú, sem a proféta. Csak az atya egyedül. Hogy mikor jön el az a nap és az az óra és az a perc, amikor számon kérettetik a bűn. Mikor jön el harmadjától. Tehát aki hazudik, azt mondja 2012, 2024, mindegy. Nem tudja. Nem tudhatja. Azt csak az atya tudja. Egyedül. Ezt mondta az Úr Jézus. Ha ezt mondta az Úr Jézus, akkor ez így van. Ennek így kell lenni. És a harmadik keletre visszatérve, mert most fölhívtak, hát hőkölök. Nem tudok, hát ilyen kapuvárjasan, soproniasan mondva, nem tudok napirendre térni fölöttük. Tehát felhívnak és számon kérnek, hogy az ő állami és az ő pintév és az ő harmadik keletre állami büntetteiket, kilakoltatásaikat és bármilyen ügyben miért merek én nyílt címlistán beszélni. Hihetetlen. Döbbenet! Hát most gondoljuk végig. Tehát arra kértek, hogy eltusoljam az ő büntetteiket. De miért tusoljam el? Hát nem kell elkövetni, aztán nem kell eltusolni. Nem? Hát nem? Most egyébként nem tudom, hogy most az a levél, amit válaszoltam nekik valamit, mert a telefonszámomat kérték, és nem tudom, hogy miért kérték a telefonszámomat, ugyanis nyilvános, megtekinthető, közzé van téve, tehát bárki számára hozzáférhető. Tehát ez is csak egy ürügy volt arra, hogy szóba elegyedhessenek velem. Ez csak egy színjáték volt, és akkor megcsinálták azt, hogy felhívnak, nem általottak felhívni, és akkor azzal kezdi, hogy én közzétettem. Egyébként nem tudom, hogy közzétettem-e, vagy csak neki küldtem-e, mert nem elküldtem a telefonszámon, most, hogy milyen címlistán küldtem el, nem tudom. Egyébként meg nem kérhetnek számon, ha nyílt címlistán küldöm el, mert fele baráti Jézus Krisztusi és állampolgársági kötelességem, hogy másoknak segítsek. Mindahogyan valaki elsütött egy idősasszony itt a járdán, nekünk kötelességünk rajta segíteni. Tehát nem hagyhatjuk cserbe. Tehát ezt mind elkötelezve morálisan és büntetőjogilag is számon kérhető. Tehát segítségnyújtás elmulasztása barátaim. Ha egy néni elesik, és én nem viszem be a kórházba, hanem innen elballad. Hányan nézik végig? És hányan nézik végig, hogy éhen halnak, szomjan halnak, betegségben meghalnak, ember karéktalanok az utcán? Csupán a közöny és a félelemből és az undorból, hogy ők magasabb rendűek, mert nekik van pénz. Mindahogyan a rendőrök is sérthetetlennek gondolják magukat és magasabb rendűeknek, mert őket még jelen pillanatban nem lakoltatták ki. Hogy Molnár Fárpád jól mondja, miért nem a rendőrségnél kezdik a kilakoltatásokat? A kilakoltatásokat! Miért nem ott? Miért a szegényeknél? Rendőrök miért nem lakoltatnak ki? És a Molnár úr nagyon ügyesen, okosan és nagyon-nagyon nyomosan ezt elmondta. Számon kér, tehát nem tudok napirendre térni. Csak utána, hogy ők nem illetékes elvtársak az ügybe. Semmilyen ügybe. Hogy akkor számon kér, miért küldöm át nekik? Ezért főhív, hogy miért küldök nekik anyagot? Miért küldöm át az ő levelezős e-mail címükre? Miért küldök én bármilyen az ő által elkövetett és az ő bűnszervezetük által elkövetett büntettekről bármilyen bizonyítékot? Na majd, ha ezt a videót végignézik, szívszerűtést. Hát de most józan paraszt észszel emberek. Hát normálisak vagytok. Bizonyíték van. Magatok ellen tanúskodtok. Kuka, buta emberek. Ahogy az Úr Jézus mondta, magatok ellen tanúskodtok a szavaitokkal. Magatok áruljátok el. Egy telefonnal magatokat teljesen nullába írjátok, mínuszba. Hát nincs nektek hatáskörötök,
az emberiség, a lakosság és a lakosság sérelmére és az egyének sérelmére elkövetett bűncselekményekben, de arra van jogosultságotok, kapacitásotok, hogy végrehajtsátok a lakosság ellen az összes büntetet, amit tőletek megrendel. Ti, mint végrehajtó szerv, meg végrehajtjátok. Hát ez elég kemény anyag lett, és kemény anyag. Hát gondoltam, hogy az fog lenni egyébként. Az Isten akarta, hogy most jön a telefon, itt legyen a Gábor. Fele barátaimmal vagyok, és akkor helikopterek repkednek felettünk. Beszélhetnénk a tagokról, és a körülöttünk megforduló, akár nemzetközi jogászokról is. Beszélhetünk, igen. Tehát mind a Zoltán nevezetű úriember, akit úgy szintén elmebetegnek akarnak nyilvánítatni, mert ő is emberjogvédő, keresztjén is többek között, tehát azért nem, tehát ez azért morálisan és elkölcsileg egy magasabb szintű értékrendeket képvisel. Mondhatnám azt, hogy Molnár F. Árpád keresztjén társunk ellen is koncepciós perek mennek, mert Molnár úr is azért akárhova tesszük, hasznos dolgot végez, és a lakosság és az emberiség érdekeit viszi előre, nem az állami bűnözést. Ahogy pont így kéne. Ahogy de el lehet ezt így mondani, mert... De úgy értem, elmondani el lehet, csak amit igen. Csinál azért néha. Vannak benne. Nem vagyunk tökéletes, egy valaki tökéletes a világon, azt Úr Jézus Krisztusnak hívták. Mindenki más tökéletlen. Tehát Molnár is tökéletlen, József a Titán is tökéletlen. Tökéletlen a Titán is, Rácz Gábor László is tökéletlen. Volt itt vita Rácz Gáborral is, Rácz Gábor Lászlóval is, mert én nem egyszer a szemére olvastam az ő gyengéit, amiben ugye részben igazam volt, részben nem, de hát ez nem is ide tartozik, csak ugye azt mondom el, hogy önkritikát kell gyakorolni, és a fele barátainknak a szavát meg kell hallgatni, mert nem biztos, hogy minden esetben rosszat akarnak, hanem jót. Inkább jót. Tehát mind a Zoltán, Molnár, Árpád... akit ugye elmebetegnek nyilvánítottak, orvos, és felelősségteljes munkahelye van, akkor ugye Domján politikai üldözött, hogy más nem mondjunk, Rácz Gábor László politikai üldözött, Hajdú Attila, aki a mi segítségünkkel jött ki a második keleti pszichiátriáról, Kurmai Tamás állami titkosszolgálati bűnöző, Pintér Sándor végrehajtó karmai közül, hogy tavaly ilyenkor volt, hogy ugye kisebb és gyengébb dolgokat és kisebb falsú dolgokat már ne is említsünk meg. És akkor a több. És akkor ezek után, hogy gyűlnek itt, akkor ugye Kiskunhalas városa, Kiskunhalas településen, az olajszőkítések, az állami bűnözés, a rabszolgatartás. Ahol bementem a rendőrségre, és szó szerint közöltem a rendőrséggel, hogy föl lesznek tárva ezek a tehát, és elmondom, hogy a kiskunhalasi állami maffia ugye totálisan félembe tartja a helyieket. Így van. Illetve akik oda benevészkednek, azokat megpróbálják onnan vagy eltávolítani, vagy ellehetetleníteni, vagy kihasználtatni. Ugye ez megy, titkosszolgálati tevékenység folyik ott is. Tehát ott is volt egy hölgy, mi a neve, bocsánat, te neked jobban kell tudni, arra a hölgyre, akit egy ügyész juttatott az e-mailbe, a asszony, akinek annyi volt az összbűne, hogy egy állami bűnözővel, egy ügyésszel nem volt hajlandó nemi aktust közösülni, nem volt hajlandó lefeküdni vele, és ez már elég volt ahhoz, hogy őt bedugják az e-mailbe. Ugye ezeket eltusolják mindettől egyig a kiskuhas rendőrségen, és ugye ezekről nem igen, tehát ezekről most a 30. rendőrkapitányság most mit tenni? Bújkálat egyébként. Most mit csináljon a harmadikát? Most ezt elmondod, a harmadikát rendőrkapitányság nem fogja a kiskuhalasi olajszőkítő rendőrmafiát bebuktatni. Ugye, mert ugye a harmadikeletnek is van elég sok vaj a füle mögött, tehát a harmadikeleti rendőrkapitányság, mint állami bűnszervezet, ők is foghatók, és akkor így mindenki behunja a szemét, és senki nem ért semmit, senki nem lát semmit, senki nem tud semmihez hozzászólni. Ez a trendi manapság. Így adósodott el egyébként a másik rendszer.
A Ceausescu rendszer is így adósodott el. Akkumulátorunk szerintem pár perc múlva kifúj. Nem probléma, ez ennyit akartam így elmondani röviden. Tehát a 32. rendőrkapitányságnak ezek a megnyilvánulásai úgymond nem tetszenek nekem. Nagyon nem tetszenek. A soproniaké meg még úgy sem tetszenek. És továbbra is ki fogunk állni, nem csak a barátaink, az ellenségeink mellett még egyszer, is. Még egyszer, igen, mert a miben érdem az egy kereszténynek, ha csak a barátait szeretik. Hát nem ezt teszik a vámszedők és a bűnösök is? Ahogy mondta az Úr Jézus, ti pedig legyetek az én követőim tökéletesek. Szeressétek az ellenségeiteket is, és ne ácsatok. Ha valaki jobb orcádon üt, a balt is tartsd neki oda, és fordítva. Ha valaki elveszi az alsó ruhádat, add neki oda a felsőt is. Ha valaki egy mérföld, egy járó napi útra elhív, menj el vele kettőre. Ez a keresztény hozzáállás és az alázat, és ez a felmagasztaltatás, ahogy megmondatott. Továbbiakban pedig ugye visszatérve a dolgokra, hát a Sopron Város rendőrkapitányságának is mit van, itt kéne már üzenni, mert a szegények nagyon... Amit meg is értenek? Igen, mert az ő szintjükön, mert nagyon kukák, tehát a... Addig menjenek külföldre, amíg tudnak. Tehát a Zsidó Andrának is üzenem, mert személyesen beszéltem vele Sopronba, tehát neveket mondok, mert nekem komputer az agyam, tehát nem vagyok buta. Zsidó Andrea, Csiszár Péter, nyomozó, tehát hogy Sopron rendőrkapitánya, tehát hogy gondolják ezeket a dolgokat, és hogy ezek be fognak bukni, tehát jobb lenne a diszidálnának. Dezertálnának a bűnszervezetből addig, amíg élnek, vagy amíg börtönbe nem kerülnek. Az, hogy amit élnek, ezt azért mondtam, mert nagyon sok, ahogy nem érti a 32. rendőrkapitányság, történtek rendőrgyilkosságok, titkosszolgált által kivitelezve, politikai gyilkosságok, tehát bármikor megtörténhet egy ha már nem kellenek a titkosszolgáltnak, nem kellenek az államnak, törlik. Kellemetlen tanukat nem igazán akarnak hagyni, nem szeretnek hagyni. Tehát, és nem érti ezt a 32. rendőrkapitányság, nem érti ezt Sopronba se senki, csak amikor én erről beszéltem, a Rácz Gábor László testvérem, mint tanú, fül és szemtanúja volt, felvettük az egész beszélgetést videókamerára, rejtett videókamerában megvan mindaz, amit ott elmondtam a Csiszár Péternek. Nem mert megszólalni a Csiszár Péter. Nem mert megszólalni, mert tudta, hogy igazam van. De ahhoz volt neki... Malina Hedviget is említettem. Malina Hedviget is említettem, és ahhoz volt pofája a Csiszár Péternek, és a Soproni rendőrmafiának, és a Soproni rendőrkapitányságnak, és az egész Soproni rendőrbűnszervezetnek, hogy ellenem vád előkészítést indítsanak el, és koncepciós pereket tegyenek kilátásba, illetve igazságügyi elmeszökéleti vizsgálatra idézzenek be, törvénytelen idézés, törvénytelen módon, és a jelenlegi jogszabályoknak sem megfelelő, meg nem felelő módon, és ügyiratban, és ügymenetben. De ez is lényegtelen egyébként, mert Marina Hedvigről is beszéltünk, hogy vissza kell térni. Véletlenül Marina Hedviget is szlovák állammal szembe ment, neki volt igaza is, és hát nem tudnak vele mit csinálni, megölni, nem? Igazán lehet, az Isten védi. Mit akar elmebeteggé nyilvánítatni? Akkor most mondok egy viccet, megint ilyen hufi vicc, hogy lassan ebbe az országba, akiket nem üldöznek el, nem ölnek meg, azok közül mindenki elmebeteggé lesz nyilvánítva, csak három ember lesz normális, Orbán Viktor, Pintér Sándor és az a pszichiáter, aki ezt a két balfaszt normálisnak papírozza le. Ez most ilyen hufi stílusban ment barátom, Orbán Patkány. Azt hiszed, hogy megtörtök engem, hogy ez a család életemet fölzúzzátok? Hát hülye vagyok én? Nem vagyok hülye. Gyönge vagyok én? Nem vagyok, mert az Isten véd, és az Isten segít. És eltántorodik mindenki az igazság mellett. És most megyek ki külföldre, pontosan ilyen okok véget. Így van, tehát az értelmiségeket... Ismét. Ahogy már tucatszor ki kellett mennem. És itt zárjuk le a anyagunkat, a műsorunkat. És ez ki kell, hogy menjen minden videó megosztóra, YouTube, Indavideo, Vimeo. Amerre járok, dokumentálni fogok, és ezeket le fogom lepletni. És itt mondjuk, és ezt dokumentálva mondom el, hogy semmilyen bizonyítékot, ahogy Molnár Fárpár testvérem is mondja, soha semmilyen bizonyítékot nem semmisítünk meg. Elsődleges cél az emberi élet védelme. Legyen az cigány, legyen az zsidó, legyen az magyar. És akkor itt zárjuk le, és mindezt tenni az Úr Jézus Krisztus nevébe. Amen. Amen. Ultimátum. Yeah.